Sziasztok! Egyszer a The Else zenekar csinálta meg azt a poént, hogy az ő mennyország turisztjuknak megfelelő slágerrel kezdtek egy óriási aréna koncertet, és utána bemondták, hogy aki csak ezért jött, az most meghallgathatta, és utána mehet is haza. Na most egy kicsit én is így vagyok, hogy aki az Emiliós sztori folytatásáért jött, bár időrendi sorrendre nem passzol, de betettem legelőre, hogy aki ezért jött, az megnézheti először, és utána nem kell végig küszködni a maradék időt. De viccet félretéve, tehát először jön az Emilio sztori, utána pedig jön a tengeren túli kiruccanás. Ki tudnak hangosítani? Ki az? Én is kihangosítalak, jó? Meglepetés. Ki az? Ki vagy hangosítva? Öltözőben vagyunk. Szevasztok, Emilio vagyok. Hello! Szevasz! Na csá, na mi ú? Szevasztok, tesó! Na mi újságban ezek? Hallom, nagy napunk van. Ja, 30 éves a zenekar. De várjál, most te hogy kerülsz ide a telefonba? Meglepetés! Csak a mondta, hogy összehoz minket. Na, király, és mit szólsz a mémekhez? És tényleg Emilio a gázsid? Igen. Na, most már nem, most már... Fejes Tomi. Fejes Lukács, itt van mindenki. Mind a hárman itt vagyunk. Szia. Szia Emilio, én Lukás vagyok. Lukács. Most szólaltam meg először. Örülünk, ha így van. Reméljük, hogy nem szívtad merre, mert... Figyelj, 6 éves felvétel volt, és én sem akarok magyarázkodni. Én vagyok annyira laza zenész, hogy az az igazság, hogy nem néztem meg azt a pár sor szöveget, és én elhaladjáztam ezt az egészet. Egyébként pont azt beszéltük, érte, csak az nincs benne a felvételben, hogy az, hogy te elhalandzsázol, az egy dolog. Nekünk nem is ezzel volt a nagyobb problémánk, hanem az, hogy van baznek, mert ott volt biztos kamerapróba előtte, gondolom, hogy volt, nem először énekelted ott élőbe, hogy nincs egy szerkesztő, nincs egy olyan ember, aki azt mondja, hogy te figyelj már Emilio, bazd meg, itt van fonetikusan, leírom egy papírra, ezt énekel már, bazd meg, mert ez nem biztos, hogy annyira jó, hogy ez megy tévébe. Tehát mi ettől voltunk kikészülve, bazd meg, hogy nincs az MTV-ben egy olyan szerkesztő, aki ezt a dolgot lecsekkolja, azt mondja, hogy bazd meg, ez nem biztos, hogy annyira jó. Figyelj, a kamera próbáj jó volt. Ja, ott ment. Jaj, érted. Ja, hogy akkor csak volt egy kis izé. A nyelven meg, érted. Figyelj, én annál lazább, most őszintén zenészek vagyunk, érted? Föltettünk mi is az asztalra már bármi, érted? Jól csináltam. Hogy mondjam neked? Volt egy kiesésem, bevállaltam, érted? Megállhattam volna görcsösen, én bevállaltam ezt a dolgot. Én egy bevállalós csávó vagyok, rólam azt kell tudni, a humorom van, érted? Vagyok annyira muzsikus zenész a véremben, kínában. Jól is, tetted, ez teljesen korrekt. Ja, meg Emilio, és Sidi vagyok, szia. Én meg azt mondom, hogy ez a nagy dolog, hogy ezt mondod, mert egy csomó ilyenkor lehúzzák a függönyt, hogy nem beszélnek róla, meg mit tudom én. Figyelj, nehogy azt hitt, hogy mi nem szoktunk magunkon röhögni, olyanokat kandeszolunk néha. De én olyat röhögtem rajtam magam, hogy összeszartam magam hajnarán gyereket, úgyhogy figyelj, ahogy esett, úgy puffan, ennyi. Azt dobja rám az első követ az a zenész, aki nem hibázott a színpadon. Így van, pontosan, és ez teljesen jogos, abszolút. Ja. Tesó, ha jobb lett volna beszarok ott a tévé közepén. Ah. Nem, nagyon annyira filmes, gyerek. Oké, menjünk, hajudujudujú, van a lényeg. Az a legnagyobb dolog, srácok, az a legnagyobb dolog, hogy ez a dolog még hozott nekem rengeteg bulit, érted? Na. Most lehet, hogy még el is viszem ezt a nótát így a műsoromban. De ezt most már így kell énekelni. De így énekeld, akkor já, vállald be a frankót, hogy ezt a telefonbeszélget. Na úgy. De úgy, hogy akkor közönség kör énekeltetés, a közönségnek is így kell énekelnie. Persze. Ja. Tök jó. Nekem is meg kell tanulni ezt a hajdujú. Felmész a Facebookra, már leírták szöveg, már le van írva, úgyhogy a szöveget is leírták, ahogy énekled, úgyhogy csak annyi meg kell tanulni, hogy mit énekeltél. Jó, akkor köszönöm a szöveget. Na jó, van Emilio, nőttél a szemünkben, megmondjuk őszintén, hogy ilyen frankon dumálsz erről az egész dologról. De tényleg, halál komolyan. És üdvözöljük a Tinát. És köszönjük, hogy felhívtál minket szülnapot kívánni. Így van. Nem hiszem, boldog születésnapot is nagyon kamáznak benneteket. Úgyhogy
ő a legnagyobb királyok vagytok, és így gondoljátok. Úgyhogy én még abban is benne lennék, hogy kapok egy tiszteletjegyet egy tankcsapda koncertre, és ott vagyok veletek, és akár még meg is csinálhatjuk a főmegyüket. Az jó poén. Az lenne az igazi. Jó van, figyelj, ezt átgondoljuk, majd úgy is játszunk Pesten. Persze, jó, jó van, hajrá Debrecen, mert én is debreceni vagyok. Jó. A anyai részről, úgyhogy földjén vagytok. Csókolak benneteket. Szevasz, csá, legjobbakat neked is. Köszönjük szépen, sziasztok. Ciao. Sziasztok, itt vagyunk Kaliforniában. Nagyon-nagyon szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki eljött a koncertre, és hihetetlenül jól éreztük magunkat, reméljük, hogy ti is, és reméljük, hogy azok is, akik nézték az élő közvetítést, fel tudtak kelni reggel 7:30-kor, ami azért egy nagyon nagy teljesítmény, és megnézték ezt a 30 éves jubileumi koncertet, úgyhogy ne felejtsétek el, mire ez lemegy adásba, addigra már megjelent az új lemez október 14-én a Lilliput Hollywood. Gyerekek, nagyon jól érzem magam, és itt van egyre Laci jobban. Is. Laci volt az, nem? Miért? Egyre jobban nem érzem miért? Magam. Nagyon jó hely ez a Kalifornia. De hogy lányok nektek ilyen rossz, ezt nem tudtam. Egyszerre. Ez a brother. This must have been love, bazd meg. Így van, it must have been love. Tök egyszerre, bazd meg. Lefényképezted? Fel is vettem videóra. Ja, persze. Charles-Digon repülőtérről 3 óra 20 perc késés után, ezért van ilyen viszonylag késő este. Ennyivel később érünk majd Frisco-ba értelemszerűen, de igazából teljesen mindegy, mert mindenképpen még a mai estén, csütörtök estén megérkezünk. Ráadásul több időnk volt innen sörözni, úgyhogy teljesen fasz a találkozom Frisco-ba. Szevasztok! Nem tapja meg. Jó, 39G. Mennyit kell most repülni, Laci? 10:30 óra, ott van, tessék. Az sem. 10:25 perc. Nem, Ausztráliában 16 volt. Ez low szart az. Kétszer berúgok, kihozzatok, és ott is van. Ez hihetetlen, tehát hogy ezek szégyentelenek. Egyből, ahogy megállunk, neki kezdenek. De most Krisztián, nem? Nem is értem. Egyből belevágnak. Lassul, fáradt. Hopp, hopp, hopp. Na végre már. Jaj, lehet, Istenem, de jó. Nagyon csúnyán elintéztek. Ó, bejött az élet, vagyunk San Franciscóba, amerikai turnén, minden kurva jó. Tehát óriási bevételek. Gyerekek, hát az örökör, ezt áll lehet az Egyesült Államokban. Azon gondolkozunk, haza sem megyünk. Jósson, meg kifogy a film. Na jó, menjünk hazudozzunk most máshol. Kérdeztétek sokan, hogy Laci parókát hold a koncerten. Ez a turista parókája. Igen, ez a forgatós parókája. Igen. Ez úgy van, hogy ezt neki gyártják lefelé ezzel a szettel. Tehát nem felfelé gyártják neki, lefelé gyártják. Igen, mert hogy úgy van, hogy ezzel a gumiszettel alá haj be van rakva, és így felhúzza reggel. De gumi ezt hozzá van ragasztva, nem? Igen, gyakorlatilag. És Laci annyira professzionális, hogy így már forgatja is a legújabb videoklipünket. Úgy forgatjuk a videoklipet, hogy oda sem figyelek, és az előbb plépekről kellett innom egy sört. Esküszöm, nem akartam, de az volt a feladat, hogy vegyek egy sört a hűtőből, így csak kígyak bele, érted? Ó, micsoda. Ezt nézzétek. Azt a kurva!
Azért egyébként, mert azt mondta anyám, hogy minden normális háztartásban van egy kobra csontváz. Igen, hát egy kobra eddig igazi? Nem volt. Hát persze, hogy igazi, nyilván. Az nem nagyon és az a durva, tehát gyűjtöttem rá fél évig, mert 7,99 $ volt. Úgyhogy megvan, erre fektettem be a mai társat, amit keresek. Tök jó. Veszek be egy kobrát, érted? Nagyon jó. Nem vagyok ide valósítani. Jöttünk, megláttuk ezt a P-hír feliratot. De mi mit csinálunk? Padlógáz. Tovább megyünk. Nem vagyunk épp azért. Igazi rossz fiúkkal van dolgunk. Igazi rossz fiúk. Hmm. Ha ezek után valaki azt mondja, hogy nem vagyunk vagányok. Igen. Itt a bizonyíték, hogy megmertük csinálni. Megmertük csinálni. Eljöttünk a P-hír. De mi lesz, hogyha a határon elkapnak, kitoloncolnak miatta? Akkor is egy ilyen kaland megérte. Valakire rá kell fogni. Kire fogjuk le? Hát Petire, ő volt leghátul. Állalom. Elviszi azt mondta. Erről a határ szóról az megint eszembe jött, amikor Mexikóból sunyogtunk vissza, az meg Kaliforniában. Az meg nagyon csúnya volt. Az olyan csúnya volt, hogy azt még a Tang TV-nek sem merjük elmesélni. Na, akkor nem voltunk vagányok, mindenki ilyen nyugodt volt. Akkor nem. Is, vagy, jaj, elnézést, tisztelet, határőr bács, ne tessék minket lelő napuskával. Igen. Nagyon szeretjük a mexikói bácsiakat, a mexikói határőrök is. Hú, és ez mi mentett ki minket a szarból? Egy Scorpion CD. Így van. De ez egy meg hosszú man, történet. Meg Whiteman, a lengyel csávó. A lengyel határőr, akinek Whiteman volt a neve, és nem értette, hogy miért kell az meg, miért kell nekünk örülnie neki. Gyerekek, az egy csúnya sztori volt, akkor tényleg nem voltunk vagányak. Ahol az a dolog történt... Ne, geci vagányok voltunk. Nagyon vagányok voltunk. Vagányok voltunk. Nagyon vagányok voltunk, egy óvatos pipában megoldottuk. Azt gondoltuk, hogy egy jó nőnek a szívjuk. Ennyi, az meg nem ért. Ott, ahol ez történt velünk, ott két héttel később 9 levágott fej volt a... Nem csak 8. Én 9-re emlékszem. Mondjunk 10-et, az még mondjuk 10. Hát ilyen 7 kötőjel 9 levágott fej volt ilyen üzenetként kirakva. Rendekünk, mi akkor már visszaértünk Európába. Na mindegy, szóval ez volt a tijuanai kalandunk, de erről többet nem árulhatunk el. Akkor jobbat volna, Gabriel jössz velünk, mert akkor biztos, hogy te pipukázol. Hát ezt akkor nem rejöttél volna, te sem vezetni. Mi is rejöttél mondjuk. Majd egyszer elmeséljük valami tévéshowba. Egy Jedi néni. Egy csinálom ezen a kerül képet, egyetlen lehet. Szeresétek a kamerát. Egyre jó. Akkor megvan. Akkor most menjünk gyorsan, mert itt ezt eléggé büntetik. Nézd a kis magányok, kiközösítették. Falka turizmus. Sidi, most mondd meg őszintén, hogy ez a szag most sólagyom, vagy a falkák? Ez a szag. Mert nekem gyanús, no? Ismerős. Hát, mivel semmit nem érzek, ezért az én vagyok, mert tudom, a saját játékember nem érzi. De nem jó, mert hátam mögül fúj a szél, úgyhogy elvileg nem érezhetném a szagodat. De ilyen ismerős. Szerintem egyszerűen szimplán fókaszagom van alapból. Jó, hogy neked van fókaszagom. Igen. Otthon is. Aha. Akkor azért szoktad így kérni a kaját, nem, hogy... Így van. Ha kiköltöznél San Franciscóba, akkor lehet, hogy egy petit múl visszajönnék a kotfetlengék közöttük, nem? Vagy iznautási. Te lennél az San Franciscói fókanyaló. Ja, ja. Nem? Nem mondanám, hogy itthon vagyok, hazataláltam. Ehhez az én életem. Gondolom kételen turista lehet. Van egy ilyen rasztaljuk szakállas ember, ott fetleng, ezt csinálja, meg folyamatosan lefog egy fókát és kinyalja. Igen. San Franciscói fókanyaló. Aki a bubagából hozzak neki rántott rákot, nagyon hálás. Ennyi. Akkor mutatványokat csinál. És lehet, hogy megkapnál egyből az őrkártyát, mert ilyen iszonyatos nagy turizmus lenne. Na persze, hát nem hiszem el, van egy fehér ember, aki ott van köztük, ott él. Védjegyelni. És így oda feküdne? Nem, hát ő lenne a San Franciscói fókanyaló, ott élne köztük.
Nem tudnál csinálni egész? De már ilyen messzeföldön tudnák, hogy hozni kell neki a bubából a kis rákocskát, és akkor nagyon hálás. Akkor forog minden, görög a földön. Én, Magyarországon van a kutyaszopó, gencsapáti kutyaszopó, akkor... Én lennék a San Franciscó-i fogganyaló. Hát simán lehet. De már lenne ilyen mölcs, fogganyalóka, meg ilyenek, nem? Pólón így megcsinálva. Ja, feltörnél. És mondják a turisták, így ez a hang így felhangzik, és akkor elkezdte megint elkezdte. De milyen menő lenne, az lenne a címet, hogyha valaki küldeni akar a levelet, hogy Sándor, hogy hívnak? Sándor, azt akartam. Na, hogy hívnak? Sidlovics. Sidlovics Gábor, nem, Gábor Sidlovics. Szóval, hogy hívnak Sándor, na de hogy hívnak, bazzeg? 8 éve vagyunk egy zenekarban, és 20 éve is vagyunk egymás kb. Mert ugye San Franciscóban vagyunk, illetve Sidlovics Ferencet akartam mondani, jó, mert a San Francisco 49-nak a izéje, a logója, azt a sornak a... Igen, de miért Sanyit mondtál? Azt még mindig nem értem. Mert hiányzik Sanyi. Jaj, de mit akartam mondani? Ja, azt, hogy milyen király lenne, hogy az lenne, hogyha valaki levet akar neked küldeni, vagy csomagot, hogy Gábor Sidlovics, San Francisco, Pier 39. Aha, ja. De egyébként jöttünk pont azon, gondolkoztam, hogy ott van Sidi, ja nem, az egy fóka. Szerintem döntetlen. Minek ellenség, amikor ennyi barátja van az embernek? Igen. Megbeszéltük, hogy kegyes hazugságokkal egymást nem ámítjuk, nem? Ha persze, teljesen felesleges. Menjünk enni a bubogámba. Tomi, hol vagyunk? Kedves kajárdánkban, zenekari szint. Közös kedvenc. Az a baj, egyetlen egy baj annak az étteremnek, hogy mindig van kevés kaját adnak. Igen. Fel vagyok háborodva. De Lamcsik Ramuk is jellemző. Hát Szaki az csak egy ilyen kis ízét eszik. Oldalas rákkal. Laci Amerikában hamburgert eszik, hát lebukott. Mit bazd meg, mit szerint? Amerikában mi más lenne, ja. Ott van nyomni eszem egy ízét, vega vagyok. Itt meg a legdurvább ízim. Marha hamburgereket kéri véresen. Előre szeretnénk elnézést kérni, hogyha kicsit lapos lesz a mai koncert. A vendég köszönhető. Nem mit tehetünk róla a kaja? Méretkülönbsége? Most megy a sekterből a izé, a gitárjai. Ja, hozz hozzá. Itt pedig az látható, amikor 9 óra időeltoródás után és a érkezés napján beüt a jetlag, úgyhogy most már tudom, hogy lehet alva is gyakorolni, bemelegíteni koncert előtt. Reggel 7 óra 29 perc elindultunk San Francisco-ból Los Angelesbe, de honnan fogjuk tudni, hogy merre kell menni, Tomi? Hát mert van egy nagyon szuper navigáció. Aha. És egy gyári tartója van. Bármilyen autóhoz jó. Nagyon jó. Rendeltem a neten. Erre mondják, hogy a magyar ember feltalálja. Tudom, mennyire durva? Nagyon durva. Vizé, ajándék vízzel együtt küldték. Tényleg? Igen, és egy dollár volt. Kugra jó volt meg. Hogy már ez itt le akar gyorsulni, ez a persze, Tomi nem mondta ki az N-betű szót. Minden típushoz jó, az benne a dolga. Megrendeltem a neten, megjött egy dollár. Jó. Megráadásul megintem fel a vizet is. Gondolkoztam rajta, rendelek vagy 10-et, aztán eladom 2 dollárért. Csak nem akarom, tehát nem tudom, lehet, hogy elkölstelen, nem dupla annyira. Hát figyelj, vennél? Én vennék. Mondjuk egy 30-ért adnám neked, mert én téged ismerlek. De figyelj, mivel én meg nem ma kezdtem a üzletelés, vagy tehát azért véremben van, 1.40-ben megveszem. De akkor nagy tételbe kell pörgetni, de meg kicsi a haszon. Gondolj bele, hogyha 1 dollárért lehet ezt rendelni, fej meg hazavinne 10 ilyet, otthon eladnál 2 dollárért,
fognánk egyből 10 dollárt azért. Így van. $10. Hát figyelj, akkor egyszerűen egyébként hogy csináljunk online, hogyha valakinek kell, akkor küldjetek e-mailt, és akkor írjátok rá, kinek hány darab kell. Ha nagyobb tétel összejön, akkor lehet, hogy egyszerűen megrendeljük. Tehát lehet jelentkezni. Hogyha 100 összejönne, akkor viszont neki, mindenkinek adjuk egy 30-ért. Tehát akkor ez a gps.tartókukac.tankcsapda.hu lehet jelentkezni. Erre a, már ettől a másodpercről lét természetesen létező e-mail címre. És akkor mondjuk aki 10 fölött rendel egy ember, azt mondjuk Lacival aláíratjuk. Dedikált tankcsapdás GPS tartó flakonból, ajándék vízzel, így van. Szóval mondjuk én ezt ki akartam én, de most már mindegy, Laci beígérte, akkor legyen így. Az ajándékvíz a 10 darabos rendelés, vagy annál több darab esetén érvényes. Hát azt is kiittuk volna, mindent kiittuk volna. Hát nem, az ugye... Laci jó szívű, nézd csak a 68-as Challenger. Akuska, ott szállt a fáraszt a kúra. Gyere, Akus, dolgozni! Redwoodban vagyunk, Redwood Cityben. Egyetlen egy baja van ennek az országnak, hogy a rendezetlen az egész környék, de amúgy tök jó, olcsó, tök jó. Az üzemanyag, meg jókat lehet vásárolni, meg minden, de... És ez tényleg így van. De komolyan, hogy lett fel ennyire csúnya, nem? Hát igen. Ezért tart itt az ország. Kupi. Az is szalad, látod, meg kirabolták, már ott fut. Igen. Nem tudja megszokni a szem. Nem. Vezeg, amikor a panelba kiállsz az erkébe bagózni. Azaz. Köpköted azt, hogy kivagod lefele. Úgy. Előtted van a táj. Az igen. Most gondolj bele, most ezekben egyszer átjönnének Magyarországra, ezt meglennek, azt mind oda akarnak. Oda akarnak költözni, így van. Akkor mi lenne mi? Lennénk majd. Lenne kavarodás. Ez itt a garázs, ahol a két HP emberke, a Jület meg a Pakád, 1939-ben Lukács nem mit csinál? Céget. A táblát lehúgyozza. Ennyi, ez egy autentikus hely. Nem lehet bemenni sajnos, privát tulajdon a ház, de a HP-t visszavásárolták, miután más kezekbe került. Tehát magát az ingatlant, HP visszavásárolták? Magyarul az övé. De ott van, hogy private property, nem lehet bemenni sajnos, csak ilyen nagyon speciális engedélye lehet megnézegetni. Idén ugye 80 éves a cég. Ennyi nézett ki a... Tehát ez itt 1939-ben. Ez az első vas. Aha. Ez itt készült ebben a garázsban, 1939-ben. 54,4 dollár értékben. Ki van állítva? Na, mutatok képet a garázsról, hogy néz ki, amikor nyitva van. Egy világtörténelmi esemény. A Kristóf mondta, hogy itt készült Amerikában az első HP. Igen. Tehát gondolj bele, ott volt az UX csempész iroda, ott főzték, csinálták, és az első amerikai HP itt készült. Tomi, az a baj, hogy szerintem tévedésben vagytam. Végig azt hitted, hogy házi pálinká miatt mi? Vagyunk itt? Há, mi? Ú, gyerekek. Tomi azt hitte végig, hogy a házi pálinka miatt vagyunk itt. Az első HP. Itt készült 80 évvel ezelőtt az első házi pálinka. Nem, Laci, akkor te is rosszul tudod. Itt az első oszcillátor készült. Gyerekek. Miért? Azt meg lehet inni? Most beégettetek nagyon. Vagy nem úgy van, hogy vagy lehet, hogy a pálinka úgy van angolul, hogy oszcillátor? Lehet, hogy an oszcillátor, please. Ja, vagy beteszem a Google fordítóba. Kidobta, hogy a pálinka angolul úgy van, hogy oszcillátor. Így van. És HP 200. Azért azt megállapítottuk, gyerekek, hogy ilyen környéken, ilyen burzsúj környéken, azért könnyű oszcillátort kifejleszteni. Hát hogy gondolj már bele, egészen mit csinálna az ember? Hát mi más jutna eszükbe? Ja. Egyébként most nem azért, de ha én 1939-ben itt laktam volna, valószínűleg akkor én is kifejlesztek egy ilyen oszcillátort. Ráadásul olcsó, már sokkal jobbat, én ahogy ismerlek téged, ahogy kinézel, és én komolyan mondom. Így van. Mennyi cheesecake-et tehetnél, gondolj vele, mennyi pénzed. Én lennék Mr. Gillette Packard. Reggelire, meg ebédre, és meg vacsorára is cheesecake-et ennél, nem? Igen. Citromtortával. Egyébként én nem akarok semmilyen felhívást közé tenni, tényleg Isten látja lelkem. De amikor hoztok tortát, aminek nagyon örülünk, akkor az legyen már mindig cheesecake. Csak úgy mondom. Cukormentes, teljes kiérlésű tésztával. De az se baj, hogy a sajtorta, nem? Csikló volt. Nem ismer az angol nyelvtan szabály? Ez a csikósnak a boltja. Tessék, őt is kirabolták, ő is fut, látjátok? Nem, azt úgy kell előadni, hogy törölt, hogy mindenki utánunk fog. Ez a, mi ez a tömeghisztéria? Ja. Már megint komolyan. Jaj, futnak már utánunk. Már kezdődik Amerikába is. Tényleg. Ja, már kezdődik Amerikába. Komoly, jobbról, balról futnak az emberek.
csinálni én ilyen slitteket, mint a XY zenekarnak a videóklipjébe, tudod, hogy kiszáll a szegborít, azt így megállítja ja. A futón nőt, azt meg ott értetlenkedik. Azt se tudja, mi van. Nem. Nem lehet. Ezek megtudták, hogy itt vagyunk, hogy jöttünk a üzépálinkagyárba. A szalaggyának össze-vissza. Mindenki kiabál, hogy Lukács! Az ilyen futó emberek elé ki kéne ugrani, és elkezdenénk szaladni, Peti meg venné föl hátulról. Azok nem tudná, mi van az. Jaj, most nem csinálunk közös fotót. Vagy ilyen kényszeredetten csinálunk vele fotót. Le fogjuk azt fotózni. Jó, van. Szétdedikáljuk mindenhol. Igen. Ezt meg így nézi el. Hazamegyünk és leadjuk a tankcsapda már az Egyesült Államokban is óriási karriert. Ilyen filc, alkoholos filccel összefirkáljuk a pólóját. Hát ezek őrültek, nézd meg, imádják, meg vannak. Tankcsapda őrület van Amerikában. Mindenki megőrült, de most komolyan mondom. Nézd meg ezt a helyes színes bőrű öreg néni, már ez is. A franc se gondolta volna, hogy a latinról átmennek a magyarokra. Na ott vannak a műanyag tehenek. Kipakolják őket a turisták, meg fotózzák meg. Meg sem mozdulnak, látjátok? Zsili, van nála meg talán a stabilizátor, nem kell? Á, most nem. Olyan. Köszi. Most nem. Győzött a lustaság. Hát ez nem a Walking Deadnek a díszlete. Gondoljatok vele, ezzel jöttünk Amerikába. Ó, kényelmetlen volt. Ki van égve? Mint mi? Mint mi van? Nekünk is ilyen színünk van, ez is úgy ki van égve, mint mi. Hello! Azért szép szatyina. Szép. Hogyha egyszer lesz tankcsapdának izé szondája, Custom Shop, akkor Szatyi fogja reklámozni. Ezzel a lábbal kitesszük, szerintem vinni fogják, mint a cukrot. Egy coki hiányzik róla. Ja. Koncert után pedig elindultunk Szilvihez, egy nagyon kedves barátunkhoz, akinek ezúton is nagyon szépen köszönjük a szállásnak, hogy egyáltalán elviselt minket. Úgyhogy volt egy kis tábortüzezés, egy kis sztorizgatás. Ehhez a jelenethez annyi hozzátartozik, hogy elég gyenge volt a minősége, amennyire sikerült felturbóztam utólagos effektekkel, hogy valamennyire látszódjon, viszont a sztori az annyira adta magát, hogy mégis csak benne hagytuk a részben. Minden egy céget ágyaltam ki, egy amerikai céget, majd én képviselem Magyarországon, elmentünk gyárlátogatásra. Egy gyógygyártó cég. Itt Kaliforniában. Egy nagyon faszak is üzem volt. Egy komoly dobgyártó cég, ha úgy tesz. És a főnök beült a kocsiba, eljött értünk, mit tudom én, 70-valahány kilométer. Beültetett a jeepbe minket, elvitt minket a gyárba, ő végigmutatott mindent, Sidi fordíts. Jó. Tomi mondja, hogy a csávó mondja, hogy ez ilyen juhorfából van, ilyen csavarok. Ez nem, a bizniszen túl voltunk, és megjött egy csávó. Igen, csak azt mondom, hogy ez két órán keresztül ment az a száraz izé, tudod, már faszom ki volt, hogy igen, és akkor ezt így csinálják, ezt túl, ezt vezetek. És akkor megérkezett egyszer csak egy ilyen ünnepelt jazz dobos, akinek
Isten bocsássa meg, nem tudom a nevét, de az a Peste például egy 4000-es csarnokba játszott itt Los Angeles. Meg a nem Sean a hangszerkiállításon külön bemutatója is volt, egy ilyen elismert dobművész, inkább nevezzük ilyen, igen, ilyen komoly embernek, akinek egyébként aznap készült el, vagy akkor ment a gyárban a nevére elkészült Signature dob felszerelésének valami részéhez. De ilyen, csak én ott fáradtam el már. És akkor belettünk egymásnak mutatva Magyarországról rockzenek. És akkor ugye az amerikaiak meg ugye milyen egyből ilyen közvetlenség, meg mit tudom és én. És ugyanígy kb. Egy ekkora körbe álltunk, kb. Ennyien, egy csendes, üres helyen. És én ott loptam már le a láncot, már faszom, menjünk már, de unalmas, hogy minden. Hát meg és két órája akkor... dobokról fordított nekem, meg mit. És akkor így elkezdünk mondani, ez a híres dobos ember, így magyarázni nekem, és így mosolyogva így mondja így az arcom, hogy most van egy újítás, amit kitaláltunk. És mondom, van egy újítás, amit kitaláltak. És akkor így elkezdtem mondani, így mutatta is, hogy az állottam alá beszerelt egy ütő szerkezetet, és hogy így alulról üti a lábával irányítóját, és így mutatja, hogy mindenkire. Várjál, ezt mondta neki angolul. Ezt mondja nekem angolul. De úgy, hogy így a csávóval én így vagyok szempontokban, Sidi, én nem fordít. És közben nekem magyarád, Sidi meg oldalról fordít. És akkor elkezdi magyarul nekem mondani, hogy én faszinak így néztem a szemlébe, és elkezdtem mondani neki, hogy azt mondja az ember, hogy is megvilágosodott így 50-valahány évesen, hogy ő furratyi, és azt szerinti, hogy amikor úgy alulról, hogy így csapkod az acskó a sejtőt. Hogy alulról az acskó üti a hasát, és ezt a csávó viszont mondja nekem, hogy én vagyok a dobos, mert minden, ez meg így magyarul mondja nekem, hogy alulról, amikor így az állat, hogy a hasamat üti az acskó, vagy így visszaüt, azt szerintem jó, és így be így, én meg így magyarul, Lukács az így megfordult, elment, így folyt a könnye, és a csávó így bólogat, így... És én mondtam, hogy oké, azt így ki... Azért ne köpjem le, azt meg így befutottam egy ilyen sorban, azt így kínomba elkezdtem ilyen színkódokat nézni, vagy nem tudom én, így terelni jobban van, és lekérdezte a paulus ember, most neki mi baja van, vagy mi csinál? Én azért ilyen, vagy leköpöm az ember, azért, vagy egy ilyen nincs érted így oldalra, és a csávó. Tapsolt, alulról, és így mutatja neki. Lili, és mosolyt a bólogat. Hogy alulról, itt a lomát, és akkor az acskói, amikor ütik az acskói, és én mondom, hogy Sidi, De úgy, álltunk, és én ugyanazzal a hangsúlyra mondtam, mint a vív. Mint a National Geographic-ban, így ilyen. Én próbáltam meg, ha érzem, amit az ember mond, és próbáltam mondani, hogy Sid nem áll. De. Így, ahogy csak. Hogy azt szereti, hogy az acskói jó, így a hasár, és van egy ilyen külön, és a csávó meg ilyen, de csak azt mondta, hogy fejes így háttal áll, és így mondja, hogy soha többet nem fordítottam. Nyűszítettem őt a kutyával. Hogy a hungalba, a mozgat, a komoly vagy. Egy a borzokat rá. Igen. Azt nézd meg. Ó, látom azt a senget? Figyelj, borzoska. Azt látok azt a segget? Figyelj. Azért szurkoljunk már annak, csak meg lesz. Vigyük el a szállásra valamit. Figyelj, ez le fog kugyozni, bazdmeg. Hát, ők is ezt mondják rólunk. Menjünk be, ezek lefutnak. Igen, hogy bementek? Ott meg. Aha. Jó buli volt. Ja. Sokan kérdeztétek egyébként, hogy mennyire ki szoktunk merülni, és Laci, hogy parókába játszik paróka nélkül, meg sminkes mindenkül, azért a kor meg az egész utazás, a 30 év turnítás azért nyomtalanul nem múlt el. Az a lényeg, hogy Lacikám... Így néz ki egyébként Laci, de egyébként ezt föl kell várani, azt gondolom, hogy 51 évesen. Hány egy koncert után szóval ilyen görcsöt kap, ilyenkor lehet ilyen... Nem, felvenni. Ilyenkor megyünk Amerikába, azzal megyünk dedikálni, és akkor minden dedikálás $10. Igen. Ezzel tudunk hazamenni. A mi Lacink szeretjük. Így gyere ide. Gyere ide, te egyen meg a szívedet. Jaj, te. Már találkozunk a reptéren, Laci. Borzasztó, ez a kompaparazzik. Értem, hogy mondasz.
abszolút értem, hogy mondom. Nézd meg, leülünk ajánlni, és ez megy állandóan. És utána három napig tényleg ti vagy, Zsolti, meg Takiti vagytok? Hát csak eljött velünk a tankcsapda. Mi vagyunk a kis buzi? Hát a hoplában, hogy az ott van. Aláírnátok a sönkjemet. Egyáltalán nem vicces. Zegonkkal viccelődni. Kurvára nem vicces. Azt van, srácok, hogy Tomi és én eljöttünk egy amerikai foci meccsre. Siki nem egy nagy sportember, őszintén szólva. De ha már itt voltunk, és mivel itt voltunk már egy csomószor, és korábban ilyen helyen nem voltunk, még gondoltuk azt, hogy most egy ilyen élmény is belefér, szóval ez itt egy igazi amerikai foci meccs. Fél idő van, a halftime show persze nem olyan, mint a Super Bowl-on, viszont kibaszott jó hangulat. Szevasztok! Sidi meg bánhatja, hogy a kék osztrig labárba ment el inkább. Hát Sidi, bazd meg, elmegy a kék osztrig labárba persze. Sidi a Duncan Donetsbe fánkot eszik. Erre mondják, hogy kiborult a Minás kosár. Nem tudtam megállni, hogy Kaliforniában ne ugorjunk be egy Harley kereskedésbe, nem messze Lóvistől. Peti elkezdett deszkát oktatni az egyik kedves eladónak. Így megy ez. Sajnos kikaptunk. Csak a Chargers! Csak a Chargers! A tradíció, hogy a vesztes fogja kifizetni a győztesnek a jegyét lézernek. Igen. Sajnos igen, de nem baj. Én ezt vállalom. Csak a Chargers! Chargers! Én is ezt tudok a gyerekeknek venni ajándékot. Sziasztok! Amint látjátok, annyira nem egy jól a sorom mostanában, de mindesetre ez volt a Tank TV-nek a 13. adása. Ha jól emlékszem, a 13. volt, igen, de nem emlékszem, mert már nagyon levitt a jó Isten a dolgomat. Úgyhogy ha meg akartok találni, akkor itt megtaláltok ezentúl a Hollywood Boulevardon, és hozzatok magatokkal egy kis pénzt. Köszi, hogy néztetek, sziasztok!